Az előző bajnokságban szerzett 5. hely után alaposan átalakított és megfiatalított csapattal vágott neki az ősznek az MMTK. Az átszervezett NB2 D csoportjában kapott helyet a Dravik Péter által irányított együttes. Az alapszakasz felénél a 4. helyen állnak a Szalkaiak, akik ha megtartják ezt a helyezést, a C csoport legjobb 4 csapatával kerülnek össze a rájátszásban. A Máté Szalka listavezető Miskolctól, a 2. helyen álló Ungvártól és a Debrecen U21-től szenvedett vereséget, míg 4 alkalommal győztesen hagyta el a pályát. Tudtuk, hogy egy nagyon fiatal gárdával kezdjük ezt a bajnokságot, és olyan nagyon nagy célokat nem tűztünk ki a tisztességes helytállás mellett, illetve az, hogy erősödjenek ezek a mérkőzéseken, és mindjárt meccsutint szerezzenek a fiatal lányok. Ehhez képest meglepetést okoztunk, mert a Vitkát Kisvárdán le tudtuk győzni, mint rivális csapatot. Debrecentől kikaptunk Debrecenbe, és hát ugye a másik két említett csapattól vereséget szenvedtünk, de a mögöttünk lévő csapatok közül az Eger csapatát magabiztosan vertük meg, a Hajdúböszörmény csapatát megint csak, úgyhogy ha össznépileg nézem ezt az egészet, és azzal, hogy történtek ezek a vereségek is, ezek is igazából azt gondolom, hogy a csapatnak az erősítését, az összekovácsolását szolgálták, hiszen a végség az utolsó pillanatig küzdenek a lányok a pályán. Jó látni ezt egyébként a kilátogató szép számú közönség részéről is, hogy a küzdés az nincs feladva. Vannak még azért hibák, ezek leginkább technikai hibák, meg aztán fizikumban is, tömegben is még azért az élcsapatoktól kis elmaradottak vagyunk. Dravik Péter edző összességében elégedett az eddigi szerepléssel. Mint mondta, folyamatosan fejlődik a csapat. Voltak jó meccseink, inkább több volt a jó, én azt mondom. Olyan 4,5 jó meccsünk volt, és 2,5 gyengébb. Úgy gondolom az idén során. Hát a szezon elejé célkitűzéseket úgy gondolom, hogy sikerült megvalósítani, de hát kikapni senki nem szeret, és azért nekünk csúszott be ebből is 2-3. A legidősebb játékosunk 26 éves, tehát nagyon fiatalok vagyunk. Az ömében 15-17 éves lányokról beszélünk, 4-en vannak, akik 20 év felettiek most jelenleg. A fiatalok nyilván sokat tanulnak minden meccsből, minden edzésből, amit együtt töltenek a nagyokkal, de a nagyok is tanulhatnak, mert a fiatalok meg lelkesek, harapni akarnak, hál' Istennek, és így kiegészítik egymást elég jól. A Máté Szalka szombaton a 7. helyezett Újfehértó Kálus Emin SSE csapatát fogadja. A 8. fordulóból egy meccset már lejátszottak, a Borsod Sportklub Miskolc 30-28-ra verte az Ungvár KC-t. A további párosítás a következő, DVSC U21 Hajdúböszörményi TE és Vitka Ese Eszterházi SC U21.